Általában nem szoktam a sporteseményeket végigkövetni, most azonban már nagyon izgulok az olimpia miatt, ezt az egyet nagyon szeretem, főleg amikor érem esélyesek vagyunk, és így végigizgulhatom a mérkőzést akár, mondjuk, hogyha vízilabdáról van szó, és nyilván nekik nagyon szurkolok, meg hát persze ott vannak a kajakkenusok, úszók, és remélem, hogy Kovács Saci is majd éremmel tér haza. Én alapvetően a sporteseményeket, azokat nem szoktam figyelemmel kísérni, de az olimpia, meg az LBS például egy ilyen dolog, hogy ezt mindig szoktam nézni. Hát remélem, hogy minél több magyar élem születik, és ugye fehérvári vonatkozás is van Kovács Sarolt a személyében. Neki például nagyon drukkolok, hogy minél sikeresebben fejezze be az olimpiát. Én legalább egy 6 aranyéremben bízok. Lehet, hogy ez egy optimista hozzáállás, én reménykedem, hogy 6 aranyat, legalább egy olyan 4-5 ezüstöt és egy 7 bronzérmet sikerül majd megszereznünk. A legfontosabb, hogy Cselaci nyerjen aranyérmet. Ugye ez nyilvánvaló, hogy az kell hozzá, hogy Phelpset elviszik a marsról, visszajönnek érte, úgy tetszik, Ryan Lochte elcsúszik, bár betegséget nem kívánok senkinek, ugyanakkor 5 aranyat várok, és természetesen 5 ezüstöt és 5 bronzot is. Nekem minden medália szépen csillog, és azt kívánom, hogy London bizonyítsa be, hogy harmadszor is képes szuperolimpiát rendezni. Igazából abban reménykedem, hogy azért, ha nem is minden sportágban, de azért a vízi sportok területén ismét jeleskedni fogunk, bízom az úszókban, illetve hát a vízilabdázókban. Nagy hangulatú és nagy látogatottságú versenyekre számítok, amelyek szerintem a pekinginél nagyobb számban fognak magyar sikereket is hozni, de hát hozzá kell itt tenni, hogy azt hiszem az utóbbi 50 év legkisebb létszámú magyar küldöttsége ment, úgyhogy már azokat illik komolyan értékelni és megsüvegelni, akik egyáltalán ott vannak.